Köszönöm szépen! Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai estén. És az előadásom témája szokás szerint biztonságban online a digitális oktatás idején. Amikor elkezdődött a digitális munkarendre való átállás, a első vagy a második héten tartottam egy webináriumot, amelyik azokról a témákról és megközelítésekről szólt, amiket az elején fontosnak tartottunk a digitális gyermekvédelem és az online biztonság kapcsán megosztani. Most viszont így, hogy lassan a vége felé közeledik a digitális oktatás, egy másik irányból kicsit már visszatekintve, reflektálva, talán valami fajta következtetéseket levonva beszélnék ugyanezekről a kérdésekről. Időközben a digitális gyermekvédelmi stratégiának elkészült szülők számára egy tájékoztató sorozata, amelyikben 6 témakörben gyakori kérdések néven a szülők által leggyakrabban föltett kérdésekre az online biztonsággal és a távoktatással kapcsolatban igyekeztünk válaszokat adni, és ezek elérhetők a digitalsgyermekvedelem.hu/gyik oldalon, és ezeknek a tematikáján fogok nagyjából végigmenni, illetve fogok is mutatni néhány témát belőle, apróbb kérdést és választ. Ezek lesznek tehát az előadásomnak a témái. Először beszélünk egy kicsit arról, hogy miért különösen fontos a gyermekek online védelme, és utána 4 alapvető kockázatcsoport köré szerveztem ezt az előadást. Az első az a magánszféra és a személyes adatok védelme. Itt különösen fontos lesz a magánszféráról is majd beszélni. A második a médiahasználat, túlhasználat és függőség kérdése. A harmadik a dezinformáció és az álhírek. A negyedik pedig az online kapcsolatokkal összefüggő kockázatok, és de nem kizárólag a cyberbullying. Először is, talán csak így összefoglalóan néhány gondolat arról, hogy hogyan változtatta meg a koronavírus okozta veszélyhelyzet a gyermekek online életét. És akkor itt most nem is kizárólag az oktatásról beszélünk, hanem általában az online életről. Először is összesen 188 országban zártak be iskolák, és az egész világ iskoláskorú gyermekeinek nagyjából 90%-át érintette ez a helyzet. Ahol megbízható az internet hozzáférés, ott rendkívüli módon megnőtt az online töltött idő minden korosztály számára. Olvastam egy olyan statisztikát, hogy vannak olyan területek, ahol akár duplájára is nőtt az online töltött idő. A digitális távoktatás az hétköznapi valóság lett a mi életünkben is. Az online játék és a közösségi média, amit eddig a gyerekek számára hát inkább egy ilyen tűrt vagy tiltott kategóriába került, és a szülőknél is hirtelen kapott egy nagyon erős pozitív felhangot is, hiszen a kapcsolattartás eszközeivé válhatott az elzártság során. Tehát ez egy fajta ilyen attitűdbeli átrendeződés, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy noha a 13 év fölöttiek már magabiztosan mozognak a közösségi média világában, a járvány hatására a fiatalabb korosztály, azok, akik nálunk az alsó tagozatosok, ők is megismerkedtek ezzel a világgal. Noha egyrészt nem is érettek rá teljesen, másrészt ezek a platformok alapvetően nem ilyenkorú felhasználók számára vannak kitalálva, és a felkészülésre sem jutott idő. És ez lesz az egyik legfontosabb alapgondolata annak, amiről én most majd beszélni fogok. És akkor végül, de nem utolsó sorban a szülők szerepéről is kell beszélnünk, és erről is fog még most sok szó esni. Az ő feladatuk lett a online tanulás és a valódi tanulás és a távmunka és távtanítás közötti egyensúlyozás, és ez is hát megváltoztatta mindannyiunk életét.
Miért különösen fontos a gyermekek online védelme? Erről tudunk és gondolunk is sok mindent, de nagyon fontos ezt tényleg tudatosítani, különösen olyan pedagógusok számára, akik fiatal, most itt a 13 év alatti gyerekeket értem, fiatalabb gyerekekkel foglalkoznak. Fontos megérteni azt, hogy ők eltérő befogadási és élményfeldolgozási képességekkel rendelkeznek, mint egy felnőtt, mást értenek meg, máshogy értenek meg, és ezért valóban óvni kell őket azoktól a tartalmaktól, amik károsan befolyásolhatják az ő testi, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket. Nagyon eltérő a tapasztalati háló vagy ismeretanyag, ahogyan ők elhelyezik az új információkat, és ezért, amikor szabályokról beszélünk, arról, hogy hogyan lehet a gyermekeket online védeni, akkor a különböző korosztályok számára különböző szabályok vannak, ugye a legkisebbek, a még nem iskoláskorúak, mondjuk a kisbabák vagy a bölcs, csödések számára más szabályok vannak, mint az óvodások számára, és az iskoláskorúaknál is ez így van. És akkor különösen fontos arról beszélni így az online távtanulás kapcsán, hogy az online tér információs környezete, illetve az ottani kapcsolati háló, kapcsolatrendszer, illetve ennek a kommunikációnak a sokrétűsége, ez is olyan kockázatokat jelenthet a gyerekek számára, amelyek veszélyeztethetik az egészséges személyiség fejlődését. Ezért, és ezt most tudom, hogy utólag mondom, de mondtam már előtte is, hogy akkor, amikor alkalmazásokat választunk és platformokat választunk pedagógiai célra, akkor muszáj az, hogy ezeket a gyermekvédelmi szempontokat is figyelembe veszünk, és talán a mostani tapasztalatok segítenek abban, hogy ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülünk, akkor ezeket a tapasztalatokat is beépítve tudatosabban válasszunk, ha esetleg ezt most nem tettük meg. És akkor itt most külön kiemelném a közösségi médiát, mégpedig azért, mert hogy itt látjuk leginkább azt, amiről a kettővel ezelőtti diámával már beszéltem, hogy nagyon sok olyan életkorú gyermek került föl, akár a közösségi médiára is, ahova ő nekik még egyáltalán nem lenne helyük fölkerülni, és nagyon sokszor azért történt ez, mert az iskola ezt a platformot adta meg a kapcsolattartás helyszínének. Például a Facebook csoportban történik a kommunikáció, vagy Messengerben tart egyéni felzárkóztató órát a tanár egy tanítványának, ilyenről nagyon sokról tudunk, ez előfordult, és ez teljesen természetes gondolat is, hogyha az ember a Messengert használja alapvetően kapcsolattartásra, akkor nem jut eszébe az, hogy a gyerekekkel való kapcsolattartásra más eszközt kéne használni, viszont pont a Facebooknál ugye ez nagyon nehézkes a alsó tagozatosok esetében, mert vagy a szülőnek az accountján keresztül éri el, akkor viszont hozzáfér a szülőnek az összes tartalmához, mondjuk a felnőtt munkahelyi chat beszélgetésekhez, amik szintén a Messengeren zajlanak, vagy pedig egy saját gyerekfiókot létesítenek, amihez ugye hazudni kell az életkorról, amiről most még szintén fogok majd elég sokat beszélni. Minden esetre tehát a közösségi média platformok használata szintén nagyon-nagyon sok megfontolást követel. Kinek kell biztosítania a gyermek online védelmét? Ezt általában nem így szoktam bemutatni ezt az ábrát, egy ilyen háromszögön próbáljuk meg elképzelni, ha lehet, a három szereplőt, az államot, a médiapiaci szereplőket és a családot és a szülőket. Mindenkinek van feladata, és ez egy nagyon jó vita kérdés, amit ennél közvetlenebb workshopokon föl szoktam tenni, hogy az iskola az hol helyezkedik el
ebben a háromszögben, hogy akkor ő neki ezek szerint az intézményi hálóban lenne a helye, erről érdemes lenne, lehetne vitázni. Minden esetre ez a három fél, mind a három segít az állam a szabályozási környezettel, a korhatár besorolással, illetve azzal, hogy arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy valamilyen szülői felügyeleti eszközt ajánlanak, a médiapiaci szereplők a tájékoztatással, illetve ezeknek az eszközöknek, meg a szülői saját platformjukon belüli szülői felügyeletnek a biztosításával, például ezt a TikTok megtette, és a család meg a szülők, hát erről most nem beszélünk, de ő nekik is nagyon fontos szerepük van, erről fog szólni az egész további része az előadásnak. Hogyan történik tehát ez a védelem? Két szintje van a védelemnek. Az egyik szint a műszaki rendszerek, például mindenféle szűrés, vagy életkor ellenőrzés, vagy szülői felügyeleti eszközök, ezek ugyanakkor nem elegendőek, hanem a legfontosabb dolog, akár iskolai, akár otthoni környezetben, a tudatosság növelése, mert a felhasználó az, aki leginkább meg tudja magát védeni a potenciális online kockázatoktól. És akkor itt van még egy háromszög, ami már közvetlenebbül a mi élethelyzetünkhöz kapcsolódik, hogy kik azok, akik a gyermeket védeni tudják az online oktatásban, illetve hogy hogyan működik ez a kapcsolat, és hogy itt ebben az esetben különösen fontos az, hogy a tanárok és a szülők együttműködjenek közösen a gyermekek érdekében. És akkor itt jön most az első témakör, a magánszféra és a személyes adatok védelme. Erről elég sokat beszéltem egy korábbi előadásban. Mindenesetre itt most megerősíteném azt, amit a GDPR is mond, hogy a gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mert ők kevésbé vannak tisztában a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatokkal. A másik nagyon fontos, amit ugye már korábban is sokszor javasoltam, hogy akkor, hogyha 13 év alatti diák regisztrál egy új felületre, akkor mindenképpen a saját életkorának megfelelően kell ezt megtennie, mégpedig azért, mert ha a szolgáltató tudja azt, hogy itt egy gyermekről van szó, akkor maga is fokozottabban figyel a személyes adatokra. A Facebooknál például én már hallottam azt, hogy ott a 13-18 éveseknek tényleg sokkal-sokkal szigorúbb védelemben részesülnek, mint a 18 éven fölüliek. Például az agresszív tartalmak náluk sokkal erősebben vannak szűrve, és mondjuk olyan esetben, ahol egy felnőtt felhasználónak azt mondják, hogy ha gondolod, akkor kattints erre a tartalomra, de ez erőszakos lehet, a gyereknek a 13-18 év közöttinek ezt nem ajánlják föl. Éppen ezért, ha egészen véletlenül, bár tudjuk, hogy ilyen soha nem történik, egy 13 év alatti gyerek regisztrálna a Facebookra, bár ilyet senki nem tenne, akkor érdemes úgy beállítani az életkorát, hogy maradjon ebben a gyerekkorosztályban, hogy a fokozottabb védelem meglegyen. Vannak viszont olyan alkalmazások, amikre lehet 13 éves kor alatt regisztrálni szülői felügyelettel. És akkor van egy téma, ami szintén az online oktatás első néhány hetében ilyen forró téma volt, és ami témakörünket kapcsolódik, illetve már a személyes adatoktól a magánszféra felé is egy kicsit, mégpedig az, hogy kérhetünk-e a diákoktól fotót vagy videót saját magukról valamilyen feladat elvégzéséhez, és akkor itt a NAIH-nak volt egy állás, egy hivatalos állásfoglalása, aminek ide a legfontosabb néhány bekezdését kimentettem. A lényege a dolognak az, hogy a NAIH azt mondja, hogy ilyen esetben az iskola adatkezelő és adatvédelmi szabályzatot kell felállítania, és ezt megfelelően tájékoztatni erről a szülőt és a gyereket, és hogyha tiszták azok a feltételek, amik mellett ezeket a fotókat és videókat kezelik, akkor ez elfogadható, hogyha nem, akkor nem elfogadható.
A digitalsgyermekvédelem.hu per egyik felületen ilyen típusú kérdéseket és válaszokat találhatunk. Minden témakörhöz néhány ilyen példát most kiválasztottam. Ezek egyébként, ezek a képecskék a Facebookon, a Digitális Gyermekvédelem Facebook oldalán is elérhetők, és onnan letölthetők és szabadon tovább oszthatóak. Itt a bal oldali boxban részletesen leírtuk azt, hogy a gyermek valódi életkorát kell megadni, és hogyha erre nincs lehetőség, akkor közvetlen szülői felügyelettel kell használni. A másik pedig, ami szintén talán pedagógusoknak is segíthet a platformválasztásban, a zárt és a nyitott nyilvános felületek közötti különbség, tehát hogy a Google Classroom vagy a Microsoft Teams azok zárt online tartalmak, míg hogyha a Viber-t vagy a Facebookot választjuk ilyen tanteremnek, akkor azért az nyilvános felület, még akkor is, hogyha zárt csoportban használjuk. A szülői felügyelethez itt most csak, hogy egy kicsit gyakorlatiassabbá is tegyük az eddigi elméleti megfontolásokat, tehát hogyha például egy Google Classroom fiókot vagy egy Gmail accountot kell felállítani, akkor azt meg lehet tenni a Google Family keresztül. Itt ugye nagyon sokszor jön az az ellen vetés, hogy a YouTube korlátozottan használható, mert hogy a YouTube Kids Magyarországon sajnos valami rejtésokból nem hozzáférhető, és ezért a gyerek abból nem tudunk videókat megnyitni. Ezt egyrészt el kell fogadni, tehát hogy nekünk is tudatosítanunk kell magunkban, hogy igenis a gyermekek védelemre szorulnak, másrészt a gyakorlatban mondjuk én a saját lányomnál ezt úgy szoktam megoldani, hogy inkognitó ablakban nyitom meg a videót, és akkor nagyon szépen megnyílik. Tehát, hogy ezen túl lehet emelkedni, minden esetre az, hogy a Google tudja, hogy ő egy gyerek, és ilyen módon kezeli, az mindenképpen nagyon fontos az ő védelme szempontjából, és a Microsoft Family-nél ugyanez a helyzet, mi például a Skype-nál használjuk ezt, és a Skype-nál például az a különbség egy gyermek és egy felnőtt fiók között, hogy a gyereket semmilyen módon nem tudjuk megtalálni, hanem csak a gyerek tud velünk kapcsolatba lépni. És akkor vannak ilyen különböző szülői felügyelet alkalmazások, amikből sajnos nincsen ingyenes. A Norton Family-t szokták leginkább ajánlani, de ennek a próba verziója ingyenes, és aztán fizetősé válik. És akkor beszélnünk kéne most a magánszféra védelméről is, ami tulajdonképpen a adatvédelemnek a másik oldala abból a szempontból, hogy szintén bennünket, a személyeket véd az online térben, és azért különösen fontos erről a digitális oktatás idején beszélni, mert egyrészt az online világban már eleve egy kicsit így összébb keveredett a magánszféra és a nyilvánosság egymással, és sokkal több mindent engedünk a nyilvánosság elé, mint amit az online világ a közösségi média előtt. Viszont most ezzel az online oktatással a hétköznapi életünkbe is belekerült a magánszférával kapcsolatos megfontolások sorozata. Például az, hogy az ember, ha bejelentkezik egy webináriumon, vagy egy online tanórára, akkor figyel arra, hogy mi van a háttérben, és mit oszt meg. Én most elblőröztem a felületet azért, hogy ne látszon az, hogy én most itt a hálószobámba ülök, és innen beszélek. Ezt ugye egy nyilvános térben olyan problémás megosztani, de mégis, hogyha most nézzünk webináriumokat, meg hallgatunk előadásokat, akkor mindenki a hálószobájából jelentkezik be, és mindenki olvasó szemüvegben van, és ezzel sokkal inkább megjelenik a magánszféránk olyan helyzetekben is, ahol hagyományosan inkább reprezentálni szoktunk. Ezt a helyzetet a diákoknak is meg kell érteniük, a tanárnak is meg kell érteniük, és tanulniuk is kell ezzel kapcsolatban, hogy hogyan működjenek. Erre talán ez a néhány hónap valamennyire elég volt, hogy ezeket felfedezzük. A következő témakör, amiről beszélni fogunk, az a média túlhasználat kérdése, hogyan tartható az egészséges
média étrend. Itt arról a legfontosabb beszélni, ami nyilván egy gyakori szülői aggodalom, hogy azzal, hogyha most egész napra odaültetem a gyereket a számítógép elé, hogy ott a feladatait megoldja, akkor ő most függővé fog-e válni, vagy sem, hogyha nagyon sokat használja a digitális eszközöket. A képernyőidővel kapcsolatban azt kell tudni, hogy az önmagában nem alkalmas arra, hogy megmondja, hogy most akkor normálisan használjuk-e, vagy függők vagyunk-e. Ezt két szempont van, ami alapján meg tudjuk ítélni. Az egyik a tartalom, a tevékenység típus. Ha naponta 6 órát ülök a gép előtt, de kizárólag az iskolai feladataimat oldom meg, akkor minden rendben van, de ha naponta 6 órát ülök és kizárólag játszom, akkor ott már nem teljesen egyértelmű a helyzet, de még ennél is fontosabb a kontroll szempontja, hogy képesek vagyunk-e tudatosan szabályozni a képernyő előtt töltött időt. Például az iskolai feladatok esetében képesek vagyunk-e valóban hatékonyan arra koncentrálni. Engem például nagyon érdekel az, hogy a gyerekek esetében a online oktatás során hogyan változott az online feladatokkal eltöltött idő. Mert azt gondolom, hogyha valakinek egy matek feladat megoldása a bezártság elején 20 percig tartott, utána meg 40 percig tart, akkor elképzelhető, hogy ő már egy kicsit elvesztette a kontrollt, elkezdett tudni kevésbé fókuszálni, tehát őre nincsen teljesen jó hatással a bezártság és a képernyőidő együttese. A túlzott képernyő használat viszont a nagyoknál, tehát kamaszoknál, felnőtteknél is befolyásolhatja a tervezést, feldolgozást, hogy hogyan tudunk feladatokat befejezni, az impulzus kontrollt, illetve a figyelem és koncentráció képességét. Tehát azt minden esetre mondhatjuk, hogy önmagában az, hogy iskolai feladatokkal több időt töltünk online, az nem kell, hogy a túlhasználat kockázatát növelje, sőt, éppen ellenkezőleg a többféle online tevékenység elvileg még pozitív hatással is lehet. Minden esetre a bezártság idején fokozódó média használat az okozhat problémákat. A túlhasználattal és a függőséggel most nem szeretnék foglalkozni. A függőség az egy kóros állapot, amit a hétköznapi életben gyakran így nevezzük azt is, amikor valaki csak nagyon sok időt tölt a gép előtt. Itt ebben a két szövegbuborékban néhány hasznos tanácsot szeretnék bemutatni, hogy hogyan lehet vigyázni arra, hogy az internet használatot valamilyen módon keretek közé szorítsuk. Például a számítógép elhelyezése, a rendszeres kiszakadás. Az nagyon fontos, hogy a mobil használat vagy gép használat megvonása vagy engedélyezése az sose legyen jutalom vagy büntetés, mert ezzel is ezzel viszont tényleg a túlhasználat felé, a túlzott fontosság felé toljuk a gyerekeket. Fontos, hogy megtanulja, hogy megtervezze az online tevékenységeket, illetve amit mindig szoktunk mondani, hogy legyenek képernyőmentes idők és terek, és legyenek családi képernyőmentes tevékenységek. Beszéljünk akkor egy kicsit a hamis online információról, illetve az álhírekről. Miért ennyire fontos erről a témáról beszélni? Ehhez ott a jobb sorokba szeretném bemutatni az infodémia szónak a definícióját. Ezt már 8 évvel ezelőtt, még a SARS vírus idején találta föl ez a Rotkopf nevű politikai elemző, hogy a pandinformáció meg a pandémia szavak összevonásával létrejött ez az infodémia, és ez nagyon hamar elhangzott a koronavírus terjedésének legelején elhangzott, hogy az infodémia az legalább olyan fontos probléma lesz majd ebben a helyzetben, mint maga a koronavírus elleni védekezés. Miért van ez így? Egyrészt, mert rendkívül fontossá válik most az információ hitelessége, és a koronavírussal kapcsolatos álhírek, viszont vagy a félretájékoztatás az a járvány elleni küzdelmet is megnehezítheti. Miért
osztanak meg az emberek hamis tartalmat. Ennek ugye három nagyon alapvető oka lehet. Az első az a profitszerzés, a nevezett kattintásvadász oldalaknak az az üzletpolitikája, hogy reklámokat helyeznek el a saját oldalukon, és ezeknek a reklámoknak a megtekintésekor ők pénzt kapnak. Tehát őnekik az a céljuk, hogy minél több internetező kattintson az ő tartalmukra, és ezért rendkívül érzelemmel teli, kívánatos, izgalmas címeket adnak, hogy arra minél jobban rákattintsunk. Őnekik egyáltalán nem fontos az, hogy valós-e ez a hír, vagy sem, vagy félig valós, vagy hogyan van alátámasztva, egyszerűen csak a profit szerzés a céljuk. Akkor a második, a szándékos megtévesztés, ennek lehet akár politikai célja is, mindenféle külföldi hatalmak dezinformációs hadjáratairól elég sokat lehet beszélni, olvasni annak, akit ez érdekel, illetve a harmadik és leggyakoribb módja az álhírek terjedésének az, amikor a terjesztő saját maga is elhiszi, hogy ez az igazság, és merő jó szándékból és lelkesedésből osztja meg. Miért különösen veszélyesek az álhírek a koronavírus idején? Egyrészt azért, mert ha szorongunk vagy aggodalmaskodunk, akkor könnyebben hiszünk el ellenőrzés nélküli híreket, meg egyébként is most ilyen extrém időszakot élünk, és ezért hát az extrém ilyen információkat is el kell fogadnunk, például a bezártságot, vagy a maszkviselést, és ki tudja, hogy mi fog még következni, amit akár el is hihetünk korábbi tapasztalataink birtokában. Akkor nagyon veszélyesek a téves áltudományos információk, mondjuk a koronavírus terjedésével, vagy gyógyításával kapcsolatban, illetve ugye tudjuk azt is, hogy az oltás ellenesek most megint rendkívül megerősödtek a koronavírus elleni oltás kutatása a témaköre kapcsán, illetve ami nagyon-nagyon fontos az, hogy az álhírek úgy is működnek, hogy létrehoznak egy általános bizalmatlanságot, hogy egyre kevésbé bízunk meg a szakértőkben, már pedig most, talán eddig életünkben még nem volt soha ilyen, hogy mérhetetlenül rá vagyunk utalva a szakértőkre, mert ők azok, akik meg tudják mondani, hogy mi lesz és mit kell tennünk, és ennek a bizalomnak az elvesztése hát nagyon veszélyes lehet. Itt szeretném bemutatni a UNESCO Média és Információs Műveltség oldalának két ilyen kis textpotját, amik még két nagyon fontos szempontot emelnek ki, amikről én itt az előbb nem beszéltem. Az egyik az, ami szintén itt a koronavírus idején nagyon gyakori és fontos veszély, hogy a hamis szakértőktől óvjuk saját magunkat, és hogy őket ugye tényellenőrzés segítségével derítsük ki, hogy ők kicsodák valójában, és hihetünk-e nekik, illetve ami ebben az esetben szintén nagyon fontos, hogy az igaz információ az most a szószoros értelmében életeket menthet. És akkor itt van két szövegbuborék megint. Az elsőben azt emelném ki, hogy honnan ismerhetjük föl ránézésre azt, hogy álhírt olvasunk, onnan, hogyha rendkívül elős érzéseket vált ki belőlünk. Ugye erről beszélt a korábbi tipológia is, tehát nagyon figyeljünk arra, hogy az első primér érzések lecsengésével racionálisan is gondoljuk végig, hogy elképzelhető-e, hogy ez igaz-e vagy sem, illetve ellenőrizzük a tényeket. A második, ami nagyon fontos, hogy mit tehetünk mi saját magunk az álhírek ellen, mert hogy az álhírek terjedését alapvetően a felhasználók tudják megakadályozni, egyrészt azzal, hogy nem kattintunk rá a nyilvánvaló álhírekre, tehát arra, hogy citromos vízzel gyógyítható a koronavírus, arra még az nem kattintunk rá azért, hogy egy jót röhögjünk rajta, mert ezzel a közösségi média algoritmusa azt fogja gondolni, hogy ez egy releváns tartalom, és előre fogja sorolni, és olyan felhasználók is látni fogják, akik esetleg nem olyan okosak, mint mi vagyunk. Tehát ezért nem kattintunk álhírekre, illetve nagyon fontos például a Facebook esetében jelenteni a gyanús tartalmakat, ott van arra lehetőség, hogy azt is jelentjük,
jelezzük, hogy ez álhír, a posztnak a jobb felső sarkában van az a kis három pötty, és akkor ott, ha arra rányomunk, akkor már nagyon egyértelműen megtaláljuk azt, hogy hol van az, hogy álhíreket jelenthetünk. És az is nagyon fontos, hogy igenis a gyerekekkel is, azokkal a gyerekekkel, akik már önállóan fogyasztanak online információt, legyen az akár csak a TikTok vagy az Instagram, velük is erről beszélni kéne, ugyanis ezeken a platformokon is megjelennek a koronavírussal kapcsolatos álhírek. És akkor az utolsó témakör, az online kapcsolatokkal összefüggő kockázatok, és itt nem is csak a cyberbullyingról szeretnék beszélni, hanem ugye általában az agresszióról és a trollkodásról is. Elsőként azt emelném ki, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet mindannyiunk egész életformáját fölborítja, és ez már önmagában erős stresszforrás. Mindannyian rendkívül stresszesek vagyunk, és ezért rengeteg konfliktus helyzetbe kerülünk online, részben azért, mert ugye az online kommunikáció azért korlátozottabb, mint a személyes, és nem mindig értjük pontosan, hogy mit akar a másik, és sokszor elbeszélünk egymás mellett. A gyerekek oktatásával kapcsolatban fontos az, hogy az otthoni családi konfliktusok is felerősödhetnek, illetve az online világban kevésbé érezzük a felelősséget a tetteinkért, és ezért olyasmiket is megengedünk magunknak, amiket valódi világban, nem virtuálisan nem tennénk meg. Beszéltem már korábban a magán és nyilvános terek összefonódásáról, és azt tanárként azt is talán lehet tapasztalni, hogy a gyerekközösség konfliktusai kikerülnek a tanár elé. Tehát az, hogy ők szünetben hogyan beszéltek egymással, az lehet, hogy én tanárként nem láttam, de most az online osztályteremben ennek is elképzelhető, hogy tanulja leszek, és ezt meg kell próbálni valahogyan kezelni. Tehát nagyon fontos egyfajta ilyen reflektív gondolkodás az online tanulással kapcsolatban. Meg kell tanulnunk felismerni és kezelni az online oktatásból fakadó nevelési, fegyelmezési helyzeteket. Ilyen pedagógus csoportokban többször tapasztaltam azt, hogy például nehézséget okozott az felismerni, hogy azok a rosszalkodások, amik egy online osztályteremben történtek, azok nem külső emberek, nem idegenek behatolása, hanem a mi tanítványaink, Pistike meg Józsika firkálnak butaságokat a fehér táblára, megkapcsolgatják ki egymást, meg dobálják ki egymást az online osztályteremből. Ezt meg kell tanulnunk fölismerni, és meg kell tanulnunk erre is valamilyen fajta nevelési, fegyelmezési stratégiákat kitalálni. Két rövid kérdés és válasz. Az első az az online zaklatás definíciója, aminek ugye az a lényege, hogy ismétlődő, ami célja az áldozat elbizonytalanítása és önértékelésének lerombolása, hogy aránytalanság van közöttük, tehát az erős bántalmazza a gyengébet, és hogy a virtuális bántalmazás ugyanolyan erős, mint a valódi. A másik kérdés, az egy kicsit már ennél kevésbé triviális, hogy kinek a feladata az online bántalmazás kezelése akkor, amikor ez a nyilvános térben, az osztályteremben történik. Most hangsúlyozottan nem a privát csetben történő zaklatásról beszélek. Itt a pedagógus feladata a szabályok rögzítése, de ebben az esetben, ahogy az elején is mutattam a háromszögben, hogy a szülő ugye támogatja a tanárt az oktatásban, nem csak azzal, hogy segít megoldani a matek feladatot, hanem azzal is, hogy képviseli a tanárt az otthoni környezetben, megbeszél, figyelmeztet, segítséget nyújt. Például az én kislányom hajlamos volt a online beszélgetőkör alatt olvasni, és akkor nekem, mint szülőnek az volt a feladatom, hogy figyelmeztessem arra, hogy ne olvasom még akkor se, ha unalmasnak találja. Itt én képviseltem a tanárt az itthoni térben, miközben ő a kamerán keresztül ugyanezt mondta. Ennyit tehát az online zaklatásról, illetve itt van még két egymással párhuzamos témakör, amik arról szólnak, hogy mit tehetünk akkor, hogyha online zaklatás áldozata lesz egy gyermek. Egyrészt, hogy honnan ismerjük föl, ez ugye nyilván a szülő feladata, mert sem az osztálytársak, sem a tanár nem találkozik vele személyesen, és ezért az online bántalmazást most az elzártság idején sokkal nehezebb fölismerni, tehát a szülő vagy a testvér lehet az, aki ezt fölismeri. A másik
buborék az meg arról szól, hogy hogyan oldhatja meg valaki saját maga, hogyha nem szeretné a szüleit ebbe bevonni, nem szeretné kiteregetni ezt a borzalmas megaláztatást, amiben neki része volt, akkor mit tehet? És itt ugye több lehetőségünk van. Egyrészt, hogyha ez közösségi hálózaton történik, akkor jelenteni kell a bántó tartalmat és a zaklatót letiltani, illetve nagyon fontos beszélni róla. Egy kicsit nehezebb a helyzet akkor, hogyha nem a Facebooknak kell jelezni, hanem mondjuk a Google tanteremben az osztályfőnökömnek, de a beszélgetés az ebben is segíthet, illetve az áldozatot sosem szabad hibáztatni. Összefoglalásul hoztam 6 ilyen gondolatot, hogy hogyan tehetjük biztonságossá a gyermekek online tanulását, ha még ennél is felkészültebben vágunk bele ebbe a nagy programba. Az első az lenne, hogy az iskolák hozzanak létre olyan biztonsági és adatvédelmi szabályzatot, ami erre az új helyzetre is reagál, tehát a házi rend az tartalmazza az online oktatásra vonatkozó szabályozást is. A tanárdiák kommunikáció legyen átlátható, transzparens, szabályozott, ez megint a szabályozáshoz kapcsolódik, annak egy alpontja, de ez is nagyon fontos abban, hogy ezzel kapcsolatos konfliktusaink ne legyenek, ez a stílusra is, a platformra is, illetve mondjuk a feladatbeadások szabályaira is vonatkozhat, illetve az online osztályteremben is legyen házirend, amely az öltözködéstől a kisebbeknél a szülők jelenléteig sok mindent szabályoz, és az online viselkedést is szabályoznia kell az iskolának. Akkor nagyon fontos az, hogy az online platformok kiválasztása legyen meggondolt, legyen amennyire lehet egységes, és legyen gyermekbarát és biztonságos, és a szülők és a diákok is kapjanak segítséget, támogatást az online konfliktusok kezelésére. Köszönöm szépen a figyelmet, itt vannak az elérhetőségeink.